100 nárcisz hagymát ültettek, megemlékezés a hospice világnapján. Új sorozatot indít a 10 éveseknek a panófilharmonikusok. Indul a Nobabel sorozat. Hercigék nyerték a Mecsek Rallyt és az OB-t is. Ranga Péterék a 4. helyen zártak. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják. Október 16-án hétfőn tartsanak velünk. Idén is megrendezték a Méltóság mezeje megemlékezést. A hospice ellátásban résztvevő közreműködésével és számos támogató segítő önkéntes részvételével jött létre a program. Az esemény kapcsán több mint 100-an ültettek el nárcisz hagymákat a Várfal sétány tövében szombaton Pécsett. A nárcisz világszerte a rákbetegeket gondozó szervezetek szimbóluma, az eseményt a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány hívta életre. Minden év október 2. szombatján ünneplik meg a hospice ellátás világnapját. A súlyos gyógyíthatatlan rákbeteg embereknek még a betegségnél is rosszabb életük utolsó időszakában a magány. A Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány pedig ezt igyekszik megkönnyíteni valamennyiük számára. És azt gondolom, hogy ezt a segítséget a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány szakmaiságával, emberségével, a tím összefogásával igyekszik megadni azoknak a rászorulóknak, azoknak a családoknak, akik hozzánk fordulnak. Elkötelezett kollégáink maximálisan segítik ezeket a családokat, és igyekeznek ezekbe a nehéz időkbe, ezekbe a nehéz hetekbe, hónapokba mind a beteg, mind a család segítségére lenni. Ez egy nemzetközi figyelemfelhívó rendezvény, amelynek célja bemutatni azt, hogy az emberi méltóság az utolsó pillanatig megőrizhető. A mozgalom célja, hogy minél többen megismerjék a hospice ellátást. Ez szimbolizálja egy-egy szál nárcisz virág. Dr. Csikós Ágnes, a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány elnöke elmondta, ezeken a betegeken szinte mindenki tud valamilyen formában segíteni. A szemléletformálást pedig már gyerekkorban el kell kezdeni. Nagyon fontos a véleményem szerint, hogy a gyerekek egy olyan fajta szemléletben nőjenek föl, hogy a betegség az természetes velejárója az életnek, és hogy amikor ez előfordul, akkor összefogásra van szükség, és nem elfordulni kell a beteg emberektől, hanem jelen kell lenni, segíteni kell, ki, mivel, hogyan tud. Akár a gyerekek önkéntesként is tudnak részt venni, középiskolai programok vannak erre, hogy önkéntesként tudnak részt venni ebbe a segítségnyújtásba. A Méltóság mezeje országos programba a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány hospice munkatársain kívül bekapcsolódtak önkéntes iskolások, fiatalok. A gyógyíthatatlan daganatos betegekről és ápolóikról szóló megemlékezést az északi Várfal sétányon rendezték meg szombaton, ahol 100 virághagymát ültettek el. 1694. október 10-én adományozta első Lipót magyar király Baranya vármegye számára azt a diplomát, amely a címeres pecsét használatára jogosította. Az idei megyenapot Szigetváron tartották. Ebben az évben a Baranya megye díszpolgára címet a gyermekgyógyászat terén végzett több évtizedes nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói, oktatói, szakmai, közéleti tevékenysége elismeréseképpen dr. Kosztolányi György akadémikus, a PTE Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet professzor emeritusza kapta. Dr. Kosztolányi György a Potén szerzett orvosi diplomát 1966-ban. A Baranya megyei kórház patológiai osztályán kezdett dolgozni, majd a gyermekklinikán 1971-től végigjárta a ranglétrát. 1994-től professzor, 1997-ben megalapította a Pote önálló genetikai intézetét. 1997-től a Pote rektor helyettese lett, majd az integráció után a PTE Orvos és Egészségtudományi Centrum elnöke 2005-ig. Az MTA 2001-ben választotta tagjává, 8 évig tevékenykedett az UNESCO Nemzetközi Bioetikai Bizottságában, jelenleg is elnöke az MTA Orvosi Tudományok Osztályának és a Pécsi Területi Akadémiai Bizottságnak.
Egyedüli baranyai iskolaként szerepel a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma az ország 100 legjobb középiskolája között. 22 helyet javítottak, ezzel az 59. helyen szerepelnek. Mindez a szakmai hátteret is dicséri. Az intézmény igazgatója szerint a néhány éve indult tehetséggondozó programnak és az összetartó közösségnek köszönhető. Új sorozattal várta a tizenéveseket a Pannonfilharmonikusok azzal a céllal, hogy ők is megértsék a zene nyelvét. A komoly zenét övező sztereotípiákra rátszáfoló Nobábel sorozat első koncertje október 14-én szombaton volt a 14-18 éves kamaszoknak. Az évad során 4 koncertre várják a kíváncsi tiniket, akik humoros, de tartalmas módon egy-egy témán keresztül egy különleges meghívott vendég segítségével tapasztalhatják meg, hogy valóban egy nyelvet zenélünk. A koncertek házigazdája a Virtuózokból és a Bartók Rádióból ismert Bősze Ádám, a zenekar karmestere Vas András. A témák maga, amelyeket választottunk, azok is olyanok, amelyekről azt gondoljuk, hogy foglalkoztatják a kamaszokat, hiszen elég egy tavaszi programra gondolnunk, ami mondjuk a szerelem témaköré csoportosul, de nem lehet ez másképp, azt gondolom, arról azzal a programmal sem, ami viszont a pénzt járja körbe. Szóval sok sikert kívánok önmagunknak, borzasztóan bízom abban, hogy az a sok tízezer diák, gimnazista, aki Pécset, illetve Pécs vonzás közvetében él, otthonra lel ebben a sorozatban. Az elmúlt héten 3 napon át zajlott a Duna Kulturális Konferencia. Idén ez volt az 5. alkalom, és Magyarországon most volt itt először, ráadásul Pécset. Szeretettel köszöntöm a témában Kőszegi Sámuel projektmenedzsert. Szia! Minek köszönhető ez, hogy Pécs kapta ezt a megtiszteltetést, hogy pont mondjuk az 5. konferencia ide esett? Hát ez egy érdekes kérdés, mert alapvetően ez az egész kezdeményezés, ez Németországból, Baden-Württembergi minisztériumból alakult, és a Duna Kulturális Konferenciának alapvetően az a célja, hogy a Duna menti, egyfajta Duna stratégiát alkotva, kulturális és turisztikai vonalon Duna menti stratégiai országokat összecsatolja és közös nevezőre hozza. És az első 4 konferencia az Ulmban volt az első, aztán volt Újvidéken, Temesváron, tavaly pedig Ruszéban volt Bulgáriában. És azért nehéz egy kicsit ezt megválaszolni, ezt a kérdést, mert közben mi meg a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft-vel egyedüli magyarországi kedvezményezetként egy nyertes Európai Uniós finanszírozású pályázatban kaptunk lehetőséget, és ez pont egy ilyen Duna transznacionális program keretében megvalósuló pályázat, ahol az egyik ilyen fő feladatvállalásunk volt egy konferencia létrehozása, és ezzel összepasszolva a Baden-Württembergi minisztériummal együttműködésben hoztuk Pécsre ezt a konferenciát, elsőként Magyarországon. Így lett ez az 5. alkalom, és az első transznacionális projektkonferencia az interreges pályázati projekten belül. Tartalmilag mivel foglalkoznak ezek az emberek vagy szervezetek, akik benne vannak ebben a konferencia csapatban? Alapvetően az a cél, hogy a kulturális területnek minden részletéről bevonzuk, illetve a turisztikai terület, ebben az esetben a turisztikai területről is, minden részletről bevonzuk a különböző szakembereket, érdeklődőket, akár diákokat, minisztériumokat, tehát minden olyan képviselőt, aki ebben a témában érintett. És ahogy korábban is mondtam, elsődleges célja az, hogy a Duna stratégia és ezen a két vonalon alakulva egy közös nevezőre hozza ezeket az országokat, hogy a jövőben ezt folytatva közös együttműködéseket és kooperációkat tudjanak kezdeményezni és megvalósítani. Az országokról már volt szó, mégis hányan vesznek benne részt? Tehát hány tagország, illetve összesen ekkora volt a létszám ennek a konferenciának? A konferenciának nagyon örülünk és büszkén mondhatjuk, hogy több mint 20 országból vettek részt. Néhány diák, Pécsen tanuló diák Európán túlról is érkezett, például Szíriából is volt képviselőnk. És az előadók, a meghívott előadók is egy nagyon nagy fedést nyújtottak Európára, hiszen körülbelül ők is 16-17 országból érkeztek, ezzel is biztosítva azt, hogy egy minél részletesebb és egy szertágazóbb képet nyújtsanak. És ami nagyon fontos, hogy ennek a konferenciának a fő témája közönségszervezés volt, közönségépítés vagy látogató szervezés, hiszen mindenféle turisztikai attrakciókhoz
önpárosítva, illetve akár közönt, akár koncertekhez, tehát alapvetően a közönségszervezés volt a fő témája a konferenciának. A közönséget minden országban más elvek alapján, ötletek alapján szervezik? Lehet egymástól tanulni? Ez egy érdekes, izgalmas dolog, hogy hogyan lehet befolyásolni az embereknek az összes. Abszolút lehet, és ezért volt szükség arra, hogy minél több olyan országból érkezzenek meghívott előadók és szakemberek, kulturális és turisztikai szakemberek, akik bizonyos projekteket képviselve, sikersztorikat képviselve eljöjjenek, és megmutassák, hogy ők hogy csinálják, és ebből miket lehet tanulni. Természetesen nagyon fontos volt az is, hogy azt is elmondják, hogy mi a probléma, mi a nehézség, hiszen ebből is legalább ugyanannyit lehet tanulni. Valami titkot el lehet ebből árulni? Valami ötletet, ami pozitív, ami az előny, ami esetleg sikert hozhat a közönségszervezésbe, és mondjuk egy olyat, ami hátrány, ami esetleg nem működtet egy ilyen dolgot. Uh-huh. Nehéz azért konkrétumok mentén most így megszólalnom, hiszen azért főleg általánosságban voltak itt gondolatmenetek, de az biztos, hogy mindenképpen innovatív és kreatív módszerekre van szükség a 21. században ahhoz, hogy a közönség a passzív résztvevőből aktív résztvevővé váljon, tényleg érdekelje ez a projekt. Nagyon fontos az, hogy közel menjünk hozzájuk, megszólítsuk őket, és közvetlen fizikai kapcsolatban vonjuk be ezeket az embereket. A reklámnak, a marketingnek mekkora jelentősége van, vagy inkább az embernek a pszichére, a lélektanra kell ügyesen hatni, vagy mind a kettő? Szerintem mind a kettőnek ugyanakkora jelentősége van, vagy nagy jelentősége van, így százalékban nem merném ezt megosztani. Hiszen az is fontos, hogy a helyszínen mit próbálunk eladni, illetve az is, hogy ezt hogyan juttatjuk el az emberekhez. Jó, én köszönöm szépen, és akkor várjuk a 6. konferenciát. Arról van már szó, hogy az hol lesz megrendezve? A 6. konferencia az Linzben lesz, a szintén projektpartnerben, illetve a 7. majd Regensburgban lesz, Németországban, Linzben pedig Ausztriában lesz jövő májusban. Köszönöm szépen! Az Otthon Melege program fűtéskorszerűsítés támogató alprogramjára az október 15-i határidőig csak nem 6000 pályázat érkezett, több mint 3 milliárd forintos támogatási igénnyel. A folyamatos értékelés miatt már a benyújtott pályázatok fele kapott összesen 1,5 milliárd forintnyi támogatást. A fűtéskorszerűsítési pályázaton családi házak vagy egyedi fűtési rendszerű társasházi lakások tulajdonosai igényelhettek vissza nem térítendő támogatást új kondenzációs kazán beépítéséhez, valamint a kiegészítő költségekhez. A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 40%-a, de legfeljebb 700 ezer forint. A kormány kiemelt célja, hogy az otthonteremtési program az adócsökkentések, családi adókedvezmények és a foglalkoztatási programok mellett a rezsiköltségeket visszaszorító intézkedésekkel is segítse a magyar családok megerősödését, hangsúlyozta közleményben az NFM. A 2014-ben elindított csaknem 29 milliárd forint keretösszegű Otthon Melege program eddig több mint 130 ezer háztartás energetikai korszerűsítését tette lehetővé. Október 21-én szombaton a PTL Botanikus Kert ősz a Botanikus Kertben címmel 10 és 16 óra között várja az érdeklődőket, írja közleményében a Pécsi Tudományegyetem. A csodálatos őszi színek mellett megtekinthetők a most érő banán, narancs és többféle citrus, a guava, a termők akaófa, emellett különleges, most érő gyümölcsökkel is lehet ismerkedni, mint a jojuba, kopasz kivi, gránátalma, hurma és vadcitrom. A program keretében növényvásárlásra is lehetőség van, belépőjegy a helyszínen váltható. Bár vasárnap egyetlen gyorsaságit sem nyert, így szombati előnyének felét riválisai lefaragták. A győzelmet taktikus autózással mégsem engedte ki a kezéből. Herzig Norbert, aki az 51. Aqua Profit meccseklari győzelme mellett az utolsó egri futam végeredményétől függetlenül már most megszerezte 4. abszolút magyar bajnoki címét is. Pénteken a már megszokott prologgal vette kezdetét az 51. meccsek rali. A mezőnyben több pécsi és baranyai versenyző is feltűnt.
A Király Racing team a tavalyi eredményt szerette volna megismételni vagy túlszárnyalni. Akkor kategóriájukat megnyerték, a historik versenyben pedig abszolút harmadikak lettek. Hát mindenképpen szeretnénk dobogon végezni, hát tavaly mi nyertük a kategóriát, és abszolútban harmadikak lettünk. Most ugye nem a historik mezőnybe megyünk, de attól függetlenül mi mindig magasra tesszük magunknak a lécet, úgyhogy szeretnénk mindenképpen az első háromba végezni. Ahogy azt sejteni lehetett, alapvetően az éves pontvadászat első helyért még csatában lévő két páros, azaz Herczig Norbert és Bacigál Igor, valamint Hadik András és Kertész Krisztián küzdelméről szólt az idei verseny, melybe csak néhány szólt bele egy-egy másik pilóta. Vasárnap a Meccsek Rallikon régen látott verőfényes napsütésben rengeteg néző várta Orfűn és Árpád tetőn az ORB mezőnyét a pályák mentén. Több kerék nem bírta a versenyt, Királyéknak és Szaueréknak is félre kellett állniuk kerékcserére. A második körben az Árpád tetői szakasz Hadikék, az Orfűt Rangáék nyerték. Mindez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy Herczig Norbertet bármelyikük is megfossza a győzelemtől. A céldobogón így ők vehették át a legnagyobb, győztesnek járó serlegeket, miközben az immár negyedik abszolút magyar bajnoki címükért járó gratulációkat is fogadták az ünneplőktől. Próbáltuk kikapcsolni azt, hogy esetleg ezen a versenyen nekünk meg lehet a hőn állított bajnoki cím, és hát meg lett, úgyhogy mostantól négyszeres magyar bajnoknak mondhatom magam, mi volt pedig háromszoros. Egy érdekesség, majd nézzétek meg, légy szíves, az autónk rendszám az a 4-es. Úgyhogy amikor ezt az autót tudtuk, hogy ezt fogjuk kapni az osztrák csapattól, akkor egy kicsit izgalomba is jöttem, de nem mondtam senkinek, úgyhogy most már beszélhetek róla. Mi már az utolsó futamon nem fogunk elindulni, a szabályokat, a lehetőségeket kihasználjuk, és nekünk az lesz a mínusz versenyünk, úgyhogy mostantól tényleg az ünneplésé a szerep. Legjobb pécsiként az abszolút negyedik helyen Ranga Péter ért célba, aki a rutinos Szőke Tamás navigálásával mindkét szombati Orfű Ranga László út, azaz az édesapjáról elnevezett gyorsasági szakaszt megnyerte. Alapvetően, ha negyedik helyet nézzük, akkor nem vagyok túl boldog. Tegnap buta hibát csináltam egy beállítással kapcsolatban, kipróbáltam egy új rogót az autóba reggel, és irányíthatatlan volt vele az autó. Úgyhogy ott buktunk elég sok másodpercet, onnantól kezdve elég jó időket autóztunk, és nyertünk három gyorsaságit is, most ez erre volt elég. A Meccsek Rallin tehát eldőlt az abszolút magyar bajnoki cím sorsa is. A győztes Herczig Norberték így az utolsó egri futamon már nem is indulnak. Hadik András ugyanis ottani győzelme esetén is legfeljebb egyetlen pontra megközelíteni tudná, megelőzni már nem Herczigéket, de addig az ő autóját is igencsak rendbe kell hozni. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. 100 nárcisz hagymát ültettek, megemlékezés a Hospice világnapján. Új sorozatot indít a 10 éveseknek a Pannonfilharmonikusok. Indul a Novábel sorozat. Herczigék nyerték a Meccsek Rallit és az OB-t is. Ranga Péterék a negyedik helyen zártak. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársai nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!